Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő! Gyönyörű, szép napot kívánok nektek, Isten népen. Nagyon örülök, hogy Isten igényével kezdhetjük ezt a napot. Uram, köszönjük a Te kegyelmedet és a Te szerelmedet, és megerősödünk nem a magunk erejébe, hanem a Te erődbe. Mert nem erővel és nem hatalommal akarunk előre menni, hanem a Szent Szellem ereje által és kedves drága Szent Szellem, behívunk a mai napunkba. Legyél ma is Te, amit tanácsadunk, Te, ami vigasztalunk, ami pártfogunk, ami legjobb barátunk, az ügyvédünk, aki mellettünk áll. Édes, kedves Szent Szellem, megvallom, hogy szükségem van rád, és szükségünk van rád mindannyiunknak. Te vagy a mi legjobb barátunk, a mi édes drága szerelmünk. Köszönjük, hogy tanácsolsz ma is, és párt fogolsz. Köszöntünk téged ezen a helyen. Köszönjük, hogy megtisztelsz ma is minket a te jelenléteddel, a Jézus nevében. Amen. A mai rabszódi címe Alkalmassá tett minket az igazságára. Róma 5.17 Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, Sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és a megigazolás ajándékának bővölködésébe részesültek. Tehát ahhoz, hogy te uralkodó életet tudj folytatni keresztényként, mi kell? Uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, tehát nem elég csak Jézus Krisztussal kapcsolatodnak lenni és Krisztusban élned. Uralkodsz Jézus Krisztus által, azok uralkodnak, akik a kegyelemnek és a megigazoltság ajándékának bővölködésében részesültek. Ha te nem élsz kegyelem alatt és a megigazoltság tudatával, nem tudsz uralkodni és kormányozni, úgy, ahogy erre téged Isten elhívott. Sok keresztény ember él sikertelen és kudarcos életet mert nem értették meg Istennek az igéjét. Nem élnek kegyelem alatt és megigazultság tudattal. Gondolj bele, ha te törvény alatt élsz, és bűntudattal hiába van Istennel egy bizonyos szintű kapcsolatod, vagy hiába ismerted meg Istent egy bizonyos szintig, nem tudsz sikeres keresztjén életet élni. Mert azt mondja itt az ige, hogy akkor uralkodsz Jézus Krisztus által, hogyha a kegyelem és a megigazolás ajándékának nem is csak átlagosan részesültél benne, hanem bővölködő, bővölködésében részesültél. Miért tanítunk a kegyelemről vagy a megigazolásról? Azért hangsúlyozunk ezt az üzenetet, mert látjuk azt, Európában, hogy rengeteg ember él törvény kárhoztatás alatt, és nem ismeri az igazságot, és kudarcos keresztjén életet él, pedig egy sikeres keresztjén életre van elhívva. Uralkodásra vagyunk elhívva, de hogy tudunk uralkodni? Uralkodnak az életben azok, akik a kegyelem és a megigazulás bővölködésében, túlcsordulásában, teljességében részesültek. Tehát legyél olyan, aki a kegyelemnek az üzenetét megérti, és a megigazultságot átveszi, megérti, és ebben tud járni. Nem tudunk sikeres keresztjén és uralkodó keresztjén életet élni, csak a megigazultság és a kegyelem bővölködésének ajándékával. Amikor megvallottad Jézust úrként az életed fölött, az ő igazsága azonnal a szellemedbe került. Az ő igazsága a te igazságoddá vált. Krisz itt a megigazultságot magyarázza, hogy nem, ez nem az én igazságom, hanem az én szellemem tökéletesen egyesült a Szent Szellemmel, mert aki Isten szellemével egyesül, egy szellem ő vele, és Isten igazsága lett az én igazságom. A kereszten egy helycsere történt. Jézus meghalt az én bűneimért, az én bűneimet magára vette, és az ő megigazoltságát én kaptam meg. Isten, Jézus Krisztuson keresztül lát engem igaznak, tökéletesnek és büntelennek. Mert aki bünnem ismert mert bűnítette értem, hogy én Isten igazsága, Isten megigazoltsága legyek ő benne. Tehát Isten téged Jézus Krisztuson keresztül lát, és a kereszten egy igazi helycsere történt, amikor Jézus magára vette az én bűneimet, és az ő megigazultsága belém impartálódott, és ezáltal a megigazultság nem a saját igazságom által élek, és fogad, vagyok elfogadva Isten előtt, hanem Jézus Krisztus megigazultságán keresztül, Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által állhatok ott az Atya előtt bűntudat, károsztatás, kisebbségérzés nélkül, emiatt a megigazultság tudat miatt. Jézus igaz volt Isten előtt. Ő a valaha volt egyetlen, aki büntelenül született és bűnnélkül élt. Éppen ezért alkalmas volt arra, hogy az ember helyébe lépjen. Jézus betöltött minden igazsággal kapcsolatos jogi követelményt helyettünk. Bűnnélet értünk a kereszten, hogy mi igazak lehessünk. Ő tett minket alkalmassá arra, hogy igazak legyünk, halleluja! A Bibliában az áll, hogy Ádám bűn esete minden embert bűnösétett, és hasonlatosképpen Krisztus engedelmessége minden embert igazát. Ez jogilag helyes Isten előtt. Bárki, aki elfogadja Krisztus engedelmességét és az ő áldozatát, és megvallja őt úrként, az abban a pillanatban üdvösségben való lét megtapasztalásába és a megigazoltság életébe kerül át. A Róma 51 egyben azt terepel, hogy megigazolván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A megigazított azt jelenti, hogy a Jézus Krisztusban való hited által Isten igazdát tett, igazán nyilvánított téged, mint a soha nem követtél volna el bűnt, mindazért, amit Jézus tett. Így most egy életél Istennel, Jézus Krisztusban közösségben vagy vele. Ez nagyon erőteljes. Sajnos azonban sokan nem értik, ezért még mindig azért küzdenek, hogy igazdá válhassanak. Nincs semmi olyan, amit ma vagy bármikor megtehetnél annak érdekében, hogy igazdáválj Isten előtt. Ezért ő odaadta neked az ő igazságát, ó mennyire szeret minket, Újjászületett keresztjénként éppen olyan igaz vagy, mint amilyen Jézus. Ő helyettesítette a te bűnös természeted az ő igazságával. Gondolkozz el ezen, most már szégyen nélkül, bizalommal, bátorsággal, boldogan lehetsz közösségben Istennel, tudván azt, hogy ő feltétel nélkül szeret téged, halleluja. Tudjátok, nagyon fontos, hogy ne, legyen, ne élj hamis bűntudattal ezen a földön, és vádlás és károsztatás alatt. A Jakab levelében azt mondja az egyik igen, hogy akiket a szívük nem vádol, azoknak van bizodalma Istenhez. Tehát amikor te nem élsz vádlás és kárhoztatás alatt, akkor van bizodalmad bemenni a szentek szentjébe. És azt is mondja a zsidó levele, hogy járuljatok bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Tehát nekünk nem a saját igazságunkban kell bíznunk, hanem amikor tudatként bűntudat, amikor megész tudattal, bűntudat, károsztatás és vádlás nélkül ott lehetek Isten előtt, akkor tud megvalósulni az igazi apa-fiú kapcsolat közöttem. Nem tudok vádlással Isten elé járulni. Amikor vádol és károsztat téged a sátán, és azzal akarsz Isten elé járulni, nem tudsz azzal Isten elé járulni, mert azt mondja, akiket a szívük nem vádol, azoknak van bizodalma a Szentek Szentjébe. Ezért nagyon fontos megigazoltság tudattal élni. Különbség van a vádlás kárhoztatás és a lelkiismeret fordalás között. A lelkiismeret ad a Szent hangja, de ő soha nem vádol, soha nem kárhoztat. Mert Isten soha nem él sátán eszközeivel a te életedbe. Isten, ha helyre igazít, szeretettel és kegyelemmel fogja tenni. Nem vádlás, kárhoztatás és a megfélemlítés eszközével. A vádlás és a kárhoztatás viszont a sátán hangja. És valaki azt hiszi, hogy jó vádlás és kárhoztatás alatt élni, mert ez a lelkiismeret, de ez hazugság. A lelkiismeretem a Szent Szellemnek a bennem lévő hangja, a lelkembe lévő hangja ami a világiakban is működik, már mielőtt megtérnek. A vádláskárhoztatás, az pedig a sátánnak az eszköze azért, hogy elválaszol Istentől. Ne lép bele az ő csapdájába, mint nagyon, nagyon erősen, és Kriszpásztor nagyon erősen, és Pásztor nagyon erősen tanít a, a megigazultsággal kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy ezeknek tudatában legyél. És most el fogjuk mondani a megvallásunkat. Jézus Krisztus igazsága az enyém. Ezért megvan a képességem arra, hogy igaz legyek, hogy helyesen éljek, hogy igazságosan cselekedjek, és az igazság gyümölcseit megteremjem. Hatalmasan örvendezek az Úrban, aki tökéletes egységbe hozott magával, Azért, hogy közösségben lehessek vele a szeretetben és az ő igazságának a dicsőségébe. Halleluja! Nagyon örülök, hogy velem tartottál, uralkodj és kormányoz! Hogyan? Jézus Krisztus által. Uralkodj, úgy, hogy a kegyelem és a megigazultság ajándékának bővölködésében részesültél, -e, és ennek tudatában vagyis ezt megragadtad. Gyönyörű napot kívánok neked, Isten áldjon téged! Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő. Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő!